Mink foglalkoztunk saját magával, és első fél időben rúgtunk 3 szép gólt. Tényleg a szép akció volt, labdaszerzés után gyors transformáció, és ennek örülöm. Második fél időben igyekezni fogunk elfelejteni minél hamarabb, de nem is kellett hajtani, azért mert 3-0 után gondolkozni kellett szombatra is. Volt egy pár játékos, aki tényleg jó teljesítmény, és pozitív oldalra nézünk előre. Ez a pár fiatal ugyanúgy kihasználta a lehetőség. Pozitív az egész, főleg az eredmény. Futács Márkóval és Debrecenivel mennyire volt elégedett? Ugye az ő szerepeltetésük fontos volt, hogy be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy bajnokin is pályára tudjanak lépni. Hát persze, de látszik, hogy még hiányzik neki, van neki meccs hiány és erőhiány, és óvatosan kell velünk, de látszik, hogy mind a kettő két minőségi játékos, és biztos, hogy nekünk erősítés lesz egy idő után. Ez a helyzet, hogy az első fél időben többen nagyon megilletődöttel játszottak, ennek volt köszönhető az, hogy nagyon keveset tudtunk passzolni, meg sok mindent rosszul csináltunk, és ez a 3 gól, ez egy kicsit sok volt azért egy fél idő alatt. A második fél időben kicsit jobban játszottunk, összeszedték magukat, és nekünk is voltak lehetőségeink. Volt egy-két dolog, amit ha jó fejeznek be, még talán rúghattunk volna gólt. Minden esetre tanulságos dolog azért ezeknek a gyerekeknek, akik még nem játszottak ilyen pályán, tévé előtt, és szóval azért ez egy más dolog is. Pontosan ezért próbáljuk őket szoktatni, ahhoz, hogy aztán majd tudjanak megfelelően fotbalozni.